2021 tavaszán a helyi gazdák igen komoly problémával szembesültek. A földeken milliós károkat okoznak a védett és fokozottan védett állatfajok, az elszaporodó hörcsögök, a varjak és több esetben a nyulak. Balmazújváros határában vagyunk, itt az Újkert visnyúi részen, ahol nagy varjú és hörcsökkár van. Előző években a varjú volt a nagyobb probléma, ugye amit riasztottak a gazdák több-kevesebb sikerrel, az idei évben meg ez a hörcsög probléma ez egyre nagyobb területen jelentkezik, amivel a gazdák eléggé tehetetlenek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a probléma mielőbbi megoldása érdekében az érintett gazdákat arra kéri, hogy amennyiben védett állatok jelenlétét, károkozását tapasztalják, forduljanak a falugazdászhoz, akik rögzítik ezeket a jelzéseket, helyszíni szemlét szerveznek és segítenek a riasztáshoz szükséges engedélyeket beszerezni. Az illetékes szervezetek képviselői minden tőlük telhető segítséget megadnak a gazdálkodóknak. A vadászható fajokkal kapcsolatban a vadásztársaságokat lehet keresni, a nem vadászható az meg a természetvédelmi őrrel történt egyeztetés, és ugye az Agrárkamara, Nemzeti Agrárkamarát kerestük, akik most ugye kérdőívvel fordulnak a gazdákhoz, vagy azt töltsék ki, és ugye így bejelentik a kárukat. A probléma évek óta rendszeresen visszatér, és minden érintett érdekelt abban, hogy erre egy végleges, megnyugtató megoldást találjanak. Egyelőre elég kilátástalan a helyzet, tehát itt a kártérítésre nem tudom, hogy számolhatunk ez idei évben. Gyakorlatilag az lenne jó, hogyha minél többen bejelentenék a károkat, és akkor itt tudnának róla a hivatalokban is, hogy ez megtörtént, és akkor utána tudnának vele érdemben is foglalkozni. Mert amíg nincs bejelentés, addig nem észlelik a problémát sem. A Balmazújváros határában elszaporodó hörcsögök gyérítését a károk mérséklése érdekében a védett természeti területeken kívül az ingatlan tulajdonosa, jogszerű használója engedély nélkül végezheti május 31-éig, amennyiben a hörcsögjukak száma meghaladja a 2 hektáronként. A problémák kezelésében a gazdák jelzését követően a természetvédelmi őrök és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai igyekeznek segítséget és információt nyújtani.